Győz! Papírforma győzelemnek ígérkezett, és papírforma győzelemmel is zárult az NKS budapesti vendégjátéka. A nyíregyháziak már az első negyedben 10 pontos előnyt szereztek a tabella hátsó régiójában szerénykedő egyetemisták ellen, amihez újabb 9-et tettek hozzá a második 10 percben. A folytatásban is uralták a mérkőzést a fiataloknak is sok játék lehetőséget biztosító vendégek, akik végül 24 pontos győzelemmel zárták a találkozót. Senki nem tudott úgy fölpörögni az ellenfélség igazán, úgy pörgött, a miénk is úgy jó, legyen meg a kötelező győzelem, körülbelül valami hasonló volt, ami végül is a pillanatokon belül vége volt a mérkőzésnek, tehát másfél óra alatt már lezuhanyoztunk, felöltöztünk és hazajöttünk, tehát az igazság, hogy ez egy ilyen mérkőzés volt, az ellenfél megpróbált különböző védekezési formákat, megpróbált zónázni, egész pás letámadást, de isnek igazából nem okozott gondot, sőt, ami biztató volt, hogy ugye nem sok pontot dobtak a fiatalok, tehát a kadettsor, de az egész más letámadást azt egészen szépen megoldotta, és a videkezésben is ott voltak. Én azt mondom, hogy ez egy évelei szezonkezdeti mérkőzés, a kötelező győzelem megvolt, és körülbelül ennyi volt a mérkőzés lényege. Az NKS az alapszakasz második körének nyitányán pénteken a Debrecent fogadja. A nyíregyháziak eddigi egyetlen vereségüket a szomszédvár csapatától szenvedték el, amiért szeretnének visszavágni az azóta megerősödött riválisnak. Ők most leigazolták még a Vidapannát, ugye aki annak idején felnőtt válogatott volt, korosztályos válogatott volt, NBA-ben játszott, külföldön játszott. Na most meglátjuk, hogy az ő játéka milyen tekintetben és mit fog ezen a Debrecen lenni, tehát milyen irányba mentek el. Tehát Isten igazából ez egy megint egy új mérkőzés lesz, mert ilyen összetételben még soha nem játszottunk a Debrecen ellen. Meglátjuk, hogy mire leszünk képesek, mindent megteszünk a győzelem érdekében. Jó lenne, ha nem hazai pályán kapnánk ki. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 10 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-1-es mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát és a 8-3-mal álló Szegedet. A Debrecen eddigi 9 meccséből 6-ot nyert meg és 3-szor szenvedett vereséget.